Az elmúlt hónapban összesen 5 munkaterületet vettek át a kivitelezők Székesfehérváron a kerékpáros uniós projekt keretében. A Rákóczi úton kerékpáros nyomokat jelölnek ki. A Berényi úton már zajlik egy járda és kerékpárút építés. A Piac téren elválasztják a gyalogos járdát és a biciklis utat. A Mátyás Király körúton pedig irányhelyes sávok épülnek. Ez a 4 beruházás összesen 300 millió forintba kerül. Kerékpáros projekt keretében uniós támogatásból 5 helyszínen adtunk át munkaterületet az elmúlt hónapban. Rákóczi úton kezdődnek majd munkák, folyamatban van a Berényi út mellett egy járda és kerékpárút építés. A Piac téren is folyamatban vannak a munkák, elkezdődtek a Mátyás Király körút Svébismünd utcában is a munkálatok. A napokban elkezdődik a Kiskút útján is a munka. 2023. márciusáig lesz itt új járda és kerékpársáv is. Ott egy nagyobb munka folyik, hiszen az árkok átrendezésével, árkok áthelyezésével több ilyen csapadékcsatornát is kell építenünk, illetve az áthelyezett árkoknál árok profilelemeket építünk majd be, tehát burkolt árkok fognak kialakulni. A Kiskút útján a kivitelezés nagyjából 500 millió forintba kerül. A kerékpársávok kialakításával a legtöbb helyen új burkolatot is építenek.